Közel 100 ingatlant értékesítettek Nyíregyházán a vállalkozókat érintő kedvező pályázati lehetőségeknek köszönhetően. Az arra jogosultak lakásvásárlásra is benyújthatták igényüket. Szakemberek szerint ez jót tett az ingatlan piacnak. Az ugyanis évek óta nem mutat jelentős mozgást. Az új lakás értékesítés mára szinte teljesen megszűnt a megyeszékhelyen, a régi lakások esetében pedig drasztikus az árcsökkenés. A legnagyobb mértékű árcsökkenés az a panellakások piacán következett be, ezek közül is a nagyobb alapterületű lakásoknál. Valósult meg adásvétel 73 négyzetméteres lakással kapcsolatban 5.800.000 forintos vételáron is, ami durván egy olyan 70.000 forintos négyzetméter ár. Ezt annak idén elképzelhetetlennek tartottuk, hogy ennyiért fog elkelni. A legtöbb adásvétel az őszi időszakban volt, decemberben pedig az ingatlan piac is befagyott. Szakemberek azt mondják, az albérletek iránt erősödött a kereslet, 10-ből 9-en a 20 és 40 ezer forint közötti bérleti díjas, alacsony rezsiköltségű lakásokat keresik. Egyre többen nem engedhetik meg maguknak azt, hogy lakást vásároljanak. Meg is értem őket, ugyanis ha számolunk egy banki hitelügyintézés költséget, egy illetéket, akkor rögtön 3-400 ezer forint minusszal indítanak. Inkább azt mondják az emberek, hogy inkább most bérünk, és meglátjuk, hogy mi lesz a helyzet itt Magyarországon. Lesz-e elegendő munkahely, tehát lesz-e munkalehetőség, illetve hogy hova alakul a gazdaság. Viszont sajnos azt is érezni, hogy sokan kívánják elhagyni még most is az országot. Nyíregyházán közel 40 ezer lakás van, ezek mintegy egynegyede eladó vagy kiadó.